szerelemből vagy átokból, nem félek a sárkánytól. Szívedben gyönyörű csengő szól, ne játsz csak a szívemmel, ne játsz vele, nem múlt el. Szívedben gyönyörű csengő szól. Ott látlak a túlsó parton, úgy hívlak, jössze már. Ott leszek, ha nagyon vársz, sétálj a vízen át. Egyszer volt, vagy hol nem, te vagy az utolsó kincsem. Úgy hívlak, jössze már, te vagy az utolsó nyár. Szerelemből vagy átokból, nem félek a sárkánytól. Szívedben gyönyörű csengő szól, ne játsz csak a szívemmel, ne játsz vele, nem múlt el. Szívedben gyönyörű csengő szól. Ott látlak a túlsó parton, úgy hívlak, jössze már. Ott leszek, ha nagyon vársz, sétálj a vízen át. Egyszer volt, vagy hol nem, te vagy az utolsó kincsem. Úgy hívlak, jössze már, te vagy az utolsó nyár. Úgy hívlak, jössze már. Ott leszek, ha nagyon vársz, sétálj a vízen át. Egyszer volt, vagy hol nem, te vagy az utolsó kincsem. Jó reggelt kívánunk! Mi a helyzet a tavon? Hát próbálkozunk, megpróbálunk csukát fogni. Szép nagyokat. Kapás volt-e már? Hát én még idáig még nem még. Befelül azért most fogtak egyet-egyet, hogy nagyon ritkán, de hallom a héten az egész jó sikerült. Hát tegnap előtt voltam, akkor fogtam kettőt, hát nem voltak olyan túlságosan nagyokon, 50 cent is volt mindegyik, meg olyan másfél kiló körül voltak. Azt mondták az előbb a sportársak, hogy ugye amikor pontyverseny van, akkor a csukák jönnek, lehet, hogy most pontyra kéne. Hát a halak ezek ilyenek, túljárnak az okosabbak, mint a buta horgászok. Meddig tart a verseny? Hát úgy tudom, hogy fél egyig, aztán utána valami babujás, aztán vége. Jó, köszönöm. Észélelünk. Csillag, jössze már, te vagy az utolsó nyár. Leszek, ha nagyon vársz, sétálj a vízen át. Úgy hívlak, jössze már, te vagy az utolsó nyár. Ott leszek, ha nagyon. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi a helyzet, Zoltán? Hát a helyzet történt, hogy piszkosul becsomósodtam. Te vagy a Damilod? Én is, meg a Damil is. Meg itt megláttam épp a Paré Zsoltit, tehát az idegállapotom most már kezd tönkre menni, pedig még csak 8.57. Úgyhogy próbálunk itt dobálgatni. Most a múltkor vettem én egy pár ezer forint értékű cuccot, annak a felét már én eldobtam. Tehát az már sikerült eldobni. Kapás még nem volt. Épp most kötözgetem ezt a nem is tudom micsodát. Gumihalat, ahogy elnézem. Gumihalat, így van. Ha már gumiról van szó, akkor értünk hozzá. De jelen pillanatban még nem sok eredménye történt ez a dolog. Csak a blinker, rapalázás, gumihalazás, vagy pedig úszós kis halas?
Az úszós kisalazást azt majd lehetőleg egy kicsit később, amikor már elkezdtünk elfáradni. Látom, hogy családi vállalkozás, mert látom a fiat szemből is dobálgat. Igen, most, mint az őri. Ott dobáltam én, ott elszakadtam, mondtam neki, hogy ne menjen oda, de azért odament. Úgyhogy most megpróbálja, de úgy hallom, már velünk valaki fogott halat, csak persze nem mi. Ha majd fogtok ti is azért előbb-utóbb. Tehát itt azt nézem, itt azért tovább van árnyék, tehát ott a napos részen hamarabb elindulnak a csukák, mint itt. Igen, de hát a nap azért majd arra fog menni, úgyhogy... Miért ide jöttetek a híd alá? Mert úgy látom, majdnem mindenki ott topzódik fölül a csőnél. Hát meggondoltuk, hogyha ide jövünk, itt nincs senki, akkor legalább hal van. Aha. És csak egyedül is tudtok lenni. Vannak rablások? Vannak. A nádnál most is itt rabolt például egy, akkor a Martin átment, a nádnál rabolt, de nem is kicsit. Akkor miért nem dobsz be? Tehát most itt állsz velem és beszélgetsz, miért nem horgászol? Hát mert most épp egy riporter engem annyira zavar, nem bírom felkötni a Damiért, úgyhogy... Jó, nem zavar, nem zavarunk át, csak direkt kérdeztem ezt. Köszönöm. Jó, én is köszönöm. Támadnak az égből a tengerek, a víz alatt a legnagyobb hegyek, álmodban, álmodtam, csak rólad és a holdról, bárhová, ha elmegyek veled, visszajönnék. Szerbusz Péter, mi a helyzet? Szerbusz Zsolti, hát még nem sok jelen pillanatban. Kapás? Maszatolós. Nem nagyon még. Tudom, hogy te a Dunára jársz legjobban horgászni, tehát te igazi dunai horgász vagy. Mi vitt rá arra, hogy most ide jöjjél a tóra? Hát az embernek nem tudja a rokonait megválogatni, tudod, és az apóson befűzött. Tehát csak ennyi, a papa befűzött, és akkor jöttél is horgászni? Papa befűzött, így van, de horgászatnak sosem mondunk nemet horgászatra. Láttam útkor a képedet, hogy mekkora szép csukát fogtál be a tóba. Hogy sikerült? Úszóval élő hallal ott a cső tövébe. És akkor most miért nem az a technika van? Az a technika is ott van, arra nem én figyelek, hanem a kedves papa. Én pedig pergetve próbálom megkeresni a többit, mivel a múltkor szombaton az a szép mellett még 6-ot fogtunk. 6-ot? És mekkorák voltak azok? Többsége az kicsi volt, kiló környékiek. Volt nagyobb is közte, olyan 2 kilós, volt egy pár, ami lemaradt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy rengeteg csuka van ebben a tóban. Hát igen, de most elnézem a technikát, a víz fölött húzod a blinkert, szerinted ez jó megoldás? Szerintem ez jó megoldás, mivel azt a torzsás részt itt, ahogy van egy akadó előttünk, azt próbálom meghorgászni, az utána lévő rész az már számomra érdektelen. A tévé nyilvánosság előtt is hadd gratuláljak itt a gyermekedhez, ő belőle is pecás lesz, mert ugye fiú? Hát, hogyha ő is szeretné, akkor természetesen, de azért próbálunk megadni mindent, hogy föltámasszuk a kedvét, úgyhogy pár hetes kora ellenére már 2-szer volt velem horgászni. És élvezte, dobálta a pecát, megkóstolta a csalit? Persze, megette a gilisztákat, meg nézze, beesett a vízbe 2-szer, nem? Egyszer babakocsival, egyszer meg ezzel a kenguruval magamra volt kötve. És úgy vitted le a Dunára? Igen, és úgy pergettünk a Dunán. Őnek is nagyon kényelmes volt, mert azonnal elaludt, úgyhogy nyilván nem volt rossz. Én nekem is kényelmes volt, mert teljesen... Hopp, megvan a csuka. Teljesen... Ott van a halacska. Megyünk akkor a Peti után. Megyünk utána, megnézzük, hogy emeli ki a halat itt a tisztáson. Ezt közösen nézzük meg, azt mondtam, mert ő sem biztos benne, de itt van, tehát ahova a kamera megy, általában hal van. Mindjárt rákeresünk. Na. Jó reggelt, János, mi a helyzet a halakkal? Nem tudom, vagy alszanak, vagy nagyon izének. Ritkán jönnek, van kapás. Fogtál ma már a versenyen? Egyet sikerült már, igen. Mekkora volt az körülbelül? 56 deka. Hát az is hal. Hát hogyne, persze, nem ebbi hal, az is hal, igen. Jó, látom, unokával vagy itt. Unokával lejöttünk, igen. Benevezett ő is. Mi a helyzet, Áron, fogtál a halat? Még nem nagyon.
Ó, hát így most nem hallottuk, tehát még nem fogtál halat, de kapásod volt-e már? Már volt. Volt, jól van. Sok sikert kívánok a mai napra, és nem is tartunk föl, mert látom, menetbe vagytok. Költözünk egy újabb helyre, igen. Helyes. Na, mekkora lett az előbbi csuka? 1010 gram pontosan. Az több, mint egy kiló. Ez 10 grammal több, mint egy. Hihetetlenül kiszámoltam. Most látom, indulsz visszafele. Ugyanúgy pergetni fogsz? Ugyanúgy, így van, ahogy az előbb is mondtam, ugyanaz a... Jó, nagyon nem tartalak föl, de azért még egy-két szót hadd kérdezzek meg a Dunáról. Tudom, hogy az előbb is beszélgettük róla, hogy az a te kedvenc vizet. Mi a helyzet a Dunánál? Lehet ott halat fogni? Vannak-e problémák? Vannak-e örömhírek? Lehet halat fogni. Az a régi dolog, hogy nem lehet a Dunában, már nincs hal, ez teljes mértékben megcáfol, nem te is tudod, hogy gyönyörű szép halakat lehet fogni. Nagyon sok időt kell hozzá kintölteni a vizen, és nagyon jól ismerni kell a vizet. Problémák azok természetesen vannak. Kettő darab probléma van, és itt meg is ragadnám a nyilvánosság erejét ezzel kapcsolatban. Az egyik nagy probléma az a környezetszennyezés, és nevén nevezve a gyermeket a papírgyár, ami nagy valószínűséggel a kibocsájtója annak az anyagnak, ami egy nyálkás, kocsonyás valami, és a zsinóron folyamatosan látszik. Érdekes módon ezt általában éjszaka szoktuk csak észrevenni, valószínűleg csak akkor engedik a Dunába. Én biztos vagyok benne, hogy ennek van valami oka, hogy nem napközben szennyezik a Dunát. Olyan hab tud a Dunán képződni tőle, hogy akár egy pénzérmét rá lehetne tenni, annyira kemény, és a halászok elmondása szerint, ahogy a Duna sodorvonala megy, és a víz mozog a partok között, ahova ez a hab elér, ott nincsen hal, ahova nem szokott elérni a Duna sodrásából kifolyólag, ott vannak a halak általában. Teljes mértékben le lehet vezetni, hogy merre megy ez lefelé ez a szennyezés, és abszolút nem tudunk róla, hogy valaki is tett volna ez ellen idáig valamit. A másik, ami nagyon nagy probléma, az a parti árterek, erdősávok, medreknek a kisajátítása. Én nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt indulhatott el ez a folyamat, és nem is tudom, hogy melyik kormányhoz lehetne ezt kötni, de tény, hogy eladták a dunaparti ártereket. Ezeket kiskirályok megvették maguknak, és megpróbálják ellehetetleníteni a bejutását az embereknek, ami abszolút a törvényellenesnek és elkölcstelen dolognak tartunk. A legjobb példa erre a Baracsi kőgátak, ami országszerte híresen jó halfogó hely volt, és gondolom, hogy a tévénézőknek a nagy többsége és a vizet szerető emberek nagy többsége biztos, hogy járt arra, és táborozott ott, és fogott halat, és élményekkel gazdagodott. Jelen pillanatban nem lehet megközelíteni. Az utakat lezárták, árkolásos módszerrel, vízelvezetőnek nevezett árkokat ástak, hogy véletlenül se lehessen megközelíteni, ami a legjobb tudásom szerint teljesen törvényellenes, mert semmilyen engedéllyel nem rendelkezik. A karámkerítéseket építettek, és nagyüzemi állattartás folyik. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ami létezik szerv és hivatal, ezzel kapcsolatban meg lett keresve, és beadtuk a panaszunkat.
Állítólag voltak bejáráson, állítólag véltek felfedezni törvénytelenségeket. Idáig nem tűnik úgy, hogy valami változott volna. Sem autóval és biciklivel stb. Nem lehet megközelíteni a gátokat. Gyalogosan most már valamilyen szinten meg lehet, de az is nagyon nehézkes, és egyszerűen nem lehet oda bejutni, horgászni csak a... Mióta tart ez? Mikor fedeztétek föl ezt a problémát, és mi hát hallottam, beadtátok a hivataloknak a problémát, hogy arra ennyi válasz jött. Hát ugye, mint tudjuk, a hivatalok malmai lassan örülnek, előbb-utóbb csak lesz bőle valami. Így van, hát körülbelül egy évvel ezelőtt észleltük először ezt a dolgot, azóta a helyzet valamilyen szinten javult, mert kipucolták a partmenti erdősávot. Én úgy gondolom, hogy ezáltal szabad bejárást akarnak biztosítani gyalogosan, de én nem gondolom, hogy ez elég lenne. Olyan utak vannak ott, amik az én tudásom szerint 20 éve ott voltak. Lehet más idősebbek elmondása szerint 40-50 éve ott vannak, nem értem, hogy ezeket hogy lehet lezárni. A legjobb tudásom szerint az egyik út, vagyis hát a tulajdoni lapok alapján és a térképek alapján az egyik út az állami út, amit lezártak, ami szintén teljesen törvényellenesnek tartunk. Beadtuk igen a papírokat, kaptunk válaszokat, de egyelőre nem nagyon, mintha megrekedt volna az ügy, úgyhogy én ezáltal szeretném kérni a nyilvánosság erejét, hogyha valakinek van rá módja és lehetősége, és úgy gondolja, hogy őt ezt, hogy ez érinti, akkor próbáljon meg ő is tiltakozni ez ellen. Több fórum van, ahol ezt meg lehet tenni írásos formában. Az egyik az a Dunaföldvári polgármesteri hivatal, és annak is a jegyzője, akit ezzel meg lehet keresni, mivel az övéki a terület. A másik a Közép-Dunai vízügyi igazgatóság, akiket ezzel meg lehet keresni, akkor környezetvédelmi vonalon lehet tiltakozni, mivel az egész Dunapart az védettséget élvez, és a nagyüzemi állattartás az nem lehetséges itt, valamint a Horgász Egyesület, hogyha valaki horgászik, a jövő évi engedélyét, hogyha kiváltja, akkor ott a Horgász Egyesületnél írásban tiltakozhat az ellen, hogy az a rész le van zárva, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy az ő pénzéből ő lesz ezáltal megkárosítva, mivel azt a részét az engedélynek nem tudja használni. Az X folyó kilométerből azt a darabot ő nem tudja használni, ezáltal úgy érzem, hogy teljesen fölöslegesen fizetünk érte, és tiltakozni kell írni egy beadványt, és le kell adni az engedély kiváltásánál a Horgász Egyesületnek. Hát jó, hát köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad nekünk. Mi sok sikert hozzá, hogy ez a vágy teljesüljön. Ismételten vissza lehessen menni a Baracsi kőgátakra horgászni, akár autóval, akár gyalog. Na, üdvözlöm, Karcsi bácsi! Mi a helyzet ma a halakkal? Hát egyelőre nyugodtan hagynak. Nem volt még kapás? Nem volt még. Kis halas a technika? Kis halasra, igen. Hogy sikerült az idei év? Hát olyan 15-16 halat fogtam. Azért az úgy, az is, ha nem is, nem is a teljes kvóta, de azért az már arra lehet büszkés. Mekkora volt a legnagyobb? 3 kilós körül így. Most visszatérve a mai napra, csak úszózni fogsz, vagy pedig rapalázni is, vagy dobálgatni? Hát dobálgatni nem dobálgatom, mert a botom nem olyan, hogy könnyű lenne és könnyű dobálni. Uh-huh. Úgyhogy úszózgatok, meg fenéken van kis hal. Fogy a szépség tőlünk, madarakkal tűnik el. Ó, kapás volt, nem? Maradék emlékünk, az idővel felesel, csak a csend sétál. Távolodó sinekem, nekem ez a szerelem túl késő. Hozták. Aranyások földjét hirdetik a tereken. Hova futhatnál még, bárhol örök idegen.
csak a csend sétál, távolodó sinekem, nekem ez a szerelem túl késő. Milyen fogások voltak ma? Mai nap folyamán olyan, hát durván olyan 40 dekás csukától olyan 1 kg 20 dekás csukáig fogtak most a versenyzők. Hány darab van ideig szerinted? Vagy hát pontosan tudod, mert ugye te méred. Pontosan körülbelül, hát 5 vagy 6 darab, 7 darab körül lehet, igen. Most azért megszámoltam az, hirtelen. Azért az nem olyan rossz eredmény. Nem olyan rossz eredmény. Jobbra számítottunk, arra számítottunk, hogy nagyobb csukákat fognak fogni, de ugye erre az időpontra raktuk, lehet, hogy jobban jártunk volna, kicsit későbbre rakjuk ezt a versenyt, amikor már hidegen van, de ugye az időjárásnak köszönhetően ugye 20 fokos átlag hőmérséklet van, rengeteg még a kis hal, ugye, és annyira nem vándorolnak a nagy csukák, amikre legalábbis vadásznak itt a versenyzők. Milyen volt az idei szezon? Hogy érezted, milyen volt a tónak az idei éve? Hát a tónak az idei éve szerintem fogás szempontjából nem tartom valószínűleg, hogy olyan volt, mint a tavalyi év. Telepítésben túl teljesítettük a tavalyi évet, 3 mázsával, tehát sokkal több halat raktunk bele. Ami az a furcsa az egész dolog, hogy egész évben voltak fogások, volt olyan hét, amikor valaki lejött horgászni, 10-12 darab pontyot fogott egymás után, rá 2 napra már nem lehetett fogni halat, és ez köszönhető, szaklapok foglalkoztak vele a szélsőséges időjárásnak, rádió foglalkozott vele egyebek, hogy sajnos a halak ezt az időjárási viszontagságot, hogy egyszer hidegfront, másnap melegfront van, egyszerűen nem jól viselik, és a táplálkozásuk nem olyan megfelelő, mint ahogy kéne. És még hozzátéve onnan szállítjuk a halakat, ott az ottani termelő, aki ezzel foglalkozik 30 éve, ott ő is panaszkodik, hogy nem tudják, tehát hiába takarmányozzák a halakat, egyszerűen nem tudják őket izdalni, mert nem kell nekik a takarmány. És ezáltal az idei évben szerintem azért átlagban 13-14-15 darab halat mindenki megfogta. Persze, aki lejárt horgásznát, aki kevesebbet ugyan jön, aki hát horgászathoz idő kell, tehát ez nem arról szól, hogy lejövök és fél órán belül megfogom a két pontyomat, vagy amit szeretnék, de szerintem azért a, hát nem is az, hogy mondjam. Tehát az a többség megfogta azt a mennyiséget, amennyire képes volt. Sőt, tudok arról, hogy legalább 20-30 ember megfogta a kvótáját is, a 25 darab halát, az biztos. Igen, erről én is hallottam. Mik a tervek még az idén? Van-e valami olyan speciális terv, amit az idén még szeretnétek, vagy szeretnénk közösen itt a tónál megtenni? Hát az idei évre már talán nem valószínű, hogy lesz. Akkor lesz majd esetleg munkánk, hogyha befagy a tó, akkor ugye tavaly is, vagy az idén is csináltunk, ugye február környékén történt ez a dolog, akkor csináltunk egy jó kis nádvágást. Lehet, hogy még az idén egy november elején egy fűkaszálás bele fogunk még invitálni egy közös társadalmi munka érdekében, és ugye hát tavaly is volt egy horgászbálunk, hát azt még nem tudjuk az időpontot, lehet, hogy majd január végén fogjuk megrendezni, mert most eléggé besűrűsödött itt a faluba a program, tehát valószínű január közepe, inkább végére fogjuk rakni ezt a bulit. Ugye január elején lesz majd egy taggyűlésünk, ami terve van, egyébként nevezhetjük ezt egy ilyen szezonzáró csukafogó versenynek is. Oké, hát köszönöm Zsolt, sok sikert továbbiakban! Egy hang, egy kéz, álmaidban mindig kék az ég. Elmúlt, csak most lesz még. Álmaidban mindig kék az ég. Gyere a földre, ha úgy akarom, az égből repülj le majd.